Műsorunkban láthatják, megújult a híres fahíd. Tápió Bicskén a Magyar Honvédség közreműködésével felújításra került a csatatér emblematikus jelképe. 15. libaterelő túra. A Tápiómenti Tömegsport Alapítvány Úriban megrendezett túráján még soha nem volt ennyi résztvevő. Közel 1000-en túráztak szeptember 2-án. 60 éve történt. Sősápon 1963-ban az özönvíz nyugat felől érte el Tápiósápot. Szeptember 8-án az árvíz hősi halottjára, Bogdán Flóriánra emlékeztek. Mátrai életmű kiállítás. Szeptember 1-től látható Mátrai Gábor életmű kiállítása a Nagykátai Városi Könyvtárban. A tárlatot Tari Lujza, a Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársa nyitotta meg. Gólszóró kupa. Sősápon a Gyerekfoci Egyesület szervezésében augusztus utolsó hétvégéjén közel 600 gyerek lépett pályára a korosztályos versenyeken. Libadalon főzőverseny. Úriban rekordszámú csapat mért össze tudását a 10. libadalon főzőversenyen. A zsűri 24 ételből választotta ki a legjobbat. Tóalmási lakodalom. Tóalmáson 5. alkalommal rendezték meg a tóalmási hagyományőrző falusi lakodalmat. Ebben az évben az ország minden pontjáról érkeztek vendégek az eseményre.